Lázár Ervin virágszemű. Abból már sok botrány származott, hogy valakinek szép szeme van. De ilyesféle perpatvarról, ami Varga Julcsa szeme miatt kerekedett, állítom, még a legöregebbek sem hallottak. Mert Varga Julcsát, ha netán nem tudná valaki, virágszeműnek nevezik. Azért, mert gyönyörűséges kék szeme van. Nos, hát ebből lett a haddelhad. Mert egy szép napon a karcsú sisakvirág nem átallotta azt mondani, semmi kétség, Varga Julcsa szeme olyan, mint én. Ami igaz, igaz, a karcsú sisakvirág igen szép. Senki szemének nem válna szégyenére, ha ráhasonlítana. Nem is lett volna baj ebből a kijelentésből, ha nem hallja meg néhány másik virág. A fürtös gyöngyike fel is csattan mindjárt, még hogy olyan, mint te. Jobb, ha elhallgatsz a sápatag színeddel. Varga Júcsa szeme éppen olyan, mint én. Na erre lett riadalom zenebona. Rikoltozott a tavaszi csillagvirág, hogy már pedig csak is őtőle kölcsönözhette a színét Júcsa szeme. Az ibolya hasát fogta nevettében, még hogy azt képzelitek, és én? Az erdei gyöngyköles erre lelilázta ibolyát. Nem is kék vagy, lila, mondta dühösen. Ha én lila vagyok, akkor Júcsa szeme is lila. Vegyétek tudomásul, kiabálta az ibolya. Erre aztán előpattant a búzavirág is. Ti mertek ezen vitatkozni, nézzetek meg engem. Még szerencse, hogy nem tudtak egymáshoz közelebb menni, mert biztos hajba kaptak volna. Különösen akkor, amikor a közönséges gubóvirág is beleszólt a vitába, ennek aztán nekiestek mind a hatan. Te mersz közbeszólni, hiszen még a neved is közönséges. Akkora volt a ricsaj, hogy a szundikáló füvek mind felébredtek. Hát, mondhatom nektek, nincs annál csúnyább, mint amikor a virágok veszekednek. Gondolhatjátok, kitett igazságot? Természetesen Mikka Makka. Éppen arra járt, majdnem mindig arra jár, amerre kell, és felkiáltott. Te úristen, színvak lettem! A virágok elhallgattak, egyszerre kérdezték. Színvak? Miért? Reggel, amikor erre jártam, mondta Mikka Makka, világosan láttam, hogy ezen a helyen 7 kék virág virít. Persze, mondták a virágok, és? Most meg 7 vöröset látok. Hopp, egymásra néztek a virágok. Hát bizony nem Mikka Makka volt színvak, hanem ők vörösödtek ki a méregtől. Gyorsan visszakékültek hát, és előadták az ügyet Mikka Makkának. Ó, mondta Mikka Makka, ti oknondiak vagytok. Ez a legegyszerűbb a világon. Varga Júcsa szeme hétfőn, karcsú sisakvirág, kedden fürtös gyöngyike, szerdán tavaszi csillagvirág, csütörtökön ibolya, pénteken erdei gyöngyköles, szombaton búzavirág, vasárnap meg közönséges gubóvirág. Azért mondtam gubóvirágot vasárnapra, mert titokban ezt tetszett neki legjobban. És közben persze, folytatta Mikka Makka, Varga Júcsa szeme egész héten szebb, mint ti heten együttvéve. Ebben meg is nyugodtak a virágok, és azóta boldogan kékellenek, virítanak.